Sziasztok, a Legendás Állatok és Megfigyelésük című film a mozikban, így gondoltam picit visszabarangolok Harry Potter világába egészen a kezdetekig, a bölcsek kövéig, e világból ugyanis időként jól megmártózni, és megnézem, hogy akadnak ebbe a filmben bakik. Nos, akadtak, szóval Csiribi, Csiribá, Harry Potter bakik. Már apró kis babaként is igazi mágusnak bizonyult Harry, ugyanis mikor Dumbledore leteszi a mugli nevelőszülőkhez a babát levelestül, ugyebár, hiányzik homlokáról a villám alakú seb, látszik, hogy nem látszik, fél percek később pedig már ott is van. Hely, micsoda seb hely. Aztán Harry felnő egy picit, majdnem 11 már, és a mai albérleti árak miatt úgy látszik, hogy csak 5 négyzetméteres kis szobába szorult be, az ajtóján pedig ott tartja a kis seprűjét, amivel gondolom takarítgat. Ezzel azért még repülni nem tud, csak hogy mikor kinyitja az ajtót és kilép, látszik, hogy a seprű eltűnt. Nimbus 2017. Majd ugyanitt, ugyanennél a jelenetnél, a kis gárdróbban ugye összegyűrődött a pólója, látszik itt hátul, hogy be van gyűrve. Amikor belép a konyhába, akkor már frissen vasalt állaga van az egésznek. Majd Dudley Mugli édesanyjának öltözködésével nem stimmel valami, a nyaklánc még oké, elegánsan kell kinézni a konyhában is gondolom, de a kikandikáló mikroport talán azért egy kicsit túlzó viselet. Majd tekeredik a kígyó, de nem akar rétes lenni, viszont mikor Potter eltünteti az üveget és Dudley bepottyan az óriás kígyóhoz, látjuk totálban, hogy azon az ágon se kígyó, se rétes, se semmi, viszont amikor bepottyan, hopp, egy kígyó. Bár rétes nincs, de kígyó van. Aztán mivel ennyit varázsolt és gondolom nem fizetett mágusadót, levelet kap a NAV-tól, nem is keveset, na akkor látjuk, hogy az utcán Harryék háza mellett bizony teljesen más épület áll, mint a filmben pár perccel ezelőtt, mikor Dumbledorék meghozták a csecsemőt. Tény, lehet, hogy a szomszédok az évek alatt átépítést tartottak, így ez lehet, hogy nem is baki. Harryt elviszi Hagrid plázázni, vesznek is minden jót, pálcától kezdve bagolyig minden. Mikor az utcán haladnak, van egy virágkötő kis tand, vagy mi ez, ami mellett ugyebár elhaladnak, aztán sétálnak tovább, sétálnak, egy kis dombra nem csücsülnek, és hopp egyszer csak ugyanott elhaladnak, ahol egyszer már elhaladtak. Déjà vu. Dumbledore még nem facebookozik, egyszerűen egy hétköznapi levelet küld kobolt haverjának, bár annyira nem is hétköznapi, látszik, hogy a levél egy kicsit gyűrött szélrel rendelkezik, és itt látszik, hogy függőlegesen van megkötve. Mikor a postás Hagrid átnyújtja a koboldnak, akkor be ezzel kisimul az egész levél, és a kötés is így hirtelen vízszintes lesz. Amanóba, vagy koboldba, vagy mi? Megy a gőzös a Roxfordba, rajta ül a vörös Ron, aki igazi divat diktátor, már ami a hajtrendeket illeti, a kócos vagányból, amit itt látunk, egy röpke vágás alatt jófésült macsóvá képes vedleni, de csak egy percig, aztán újra kócos kemény legény lesz. Hajjaj! A Teszlek süveges akciózás után Harry örömmel huppal le a Gryffindor asztalánál, pont szemben Hermionével, aki már ott csücsül, majd Dumbledore főpincére egy varázsúhintással megteríti a suli asztalát, nem éppen menzás kajával, Harry pedig addigra átteleportálódik Hermione mellé valahogy. Ekkor még gondolom bejött neki a csaj, vagy a Teszlek süveg tette ide-oda. De mi? Aztán Piton óráján naplót vagy hip-hop szöveget jegyzetel Harry, ahelyett, hogy figyelne. Nos, a betűtípus nem Times New Roman, de a méret igen kicsi, ez itt jól látszik. Még mikor szemből látjuk a füzetét, látszik, hogy legalább a duplájára nő a betűméret. Tuti fel van telepítve a könyvbe a Magic Office 2010. Megint jön a bagolyposta, most Ron kap egy levelet, meg a Népszabadság egy titkon nyomtatott számát, amit, mint látszik, a jobb kezébe fog. A bal oldalban van ugye a levél, majd hirtelen nem túl nagy párthűséggel oldal cserél a két dolog, az újság balos, a levél jobbos. Jön a Quidditch, illetve csak a szabályok magyarázata, mikor a gurkóval küzd a kapitány a földön, a háttérben látszik, hogy az izgő mozgó láda csak a sportshow része, ugyanis kibukkan az, hogy azt csak valami szerkezet mozgatja. A láda már lebukott, hogy annyira nem is varázslatos, de hát na, ilyen a mágia. És ha megnézzük a repkedő gyertyákat, hát ott sem stimmel minden. Konkrétan ennél a jelenetnél meggaragony professzor mellett látszik, hogy a lebegő gyertya nem is annyira lebeg a valóságban. Én most leadom a drótot nektek, ott a drótni. Na most pedig trollkodok kicsit, Hermione csak WC-re akart menni, de a trollok oda is követik, tudjuk jól, hogy a trollok mindenütt ott vannak. Majd bejön Ron és Harry, hiába női mosdó ez, nekik aztán tök mindegy. Pikpak ügyesen ki is ütik a trollt, a háttérben látszik, hogy a falon van valami függönyszerű izé fellógatva, és az is látszik, hogy szépen lóg teljesen simán az egész, viszont vágásnál, mikor Harry arcát csodáljuk, a háttérbe feltűnik, hogy bizony az a függönyszerű valami az eléggé össze van gyűrve, sőt. Tudom, varázsfüggöny falidísz izé ez nem baki. Majd jön a Quidditch meccs, a meccset vezető tanár talárjának díszítése vándorol ide-oda, a kezdő rúgásnál vagy kezdő feldobásnál még ezen az oldalon van, itt bal oldalon, majd a meccs hevében valahogy átvarródott az iskola címereivel rendelkező kis díszecske, mert hopp, itt jobb oldalt lesz. Aztán Neville keménykedik egy sort, ki akarja ütni a három jó barátot puszta kézzel, csak hogy Hermione jégvarázsa üti ki Neville-t, de ami a lényeg, ez a fotel pozíció. Ugye háttal ült Neville Hermione-nak,
Látszik is oldalról, hogy a fotel hátát látják ők hárman, majd mikor kidől Neville és felülről látjuk az esetet, már teljesen más pozícióban van az a fotel. Ron nem volt ám mindig olyan nyálas, mint a később epizódokban, viszont egyszer nagyon. Ugye a háromfejű kutya bolyhoska egyik feje rányáladzik a fiúra, jó nedves dzsúva is marad utána, itt látszik az inge tiszta nyál lesz, kell hozzá majd sok-sok öblítő. Legalábbis hihetné ezt az ember, csak hogy mikor leugranak, na Ron már tiszta, mint a patyolat. Aztán varázssak, király egy játék, azonban az egyik snitben, mikor az ellenfél figura reüti Harryék bástyáját, ugye suhint egyet rajta, amitől a félbábú, a fejep is például így leesik, majd vágás és még egy suhintással az egészet szétüti, csak hogy addigra látszik, hogy az előbb leütött rész az most ismét a helyén van. Mondjuk hát ilyen a jó varázssak, egyszerűen varázslatos. A végén pedig Potternak lesz egy Voldemort típusú találkozása. Szó szerint átgázol rajta a légnemű nagyúr, Harry pedig hanyat dől a gyönyörtől, kezében a bölcsekköve, amit szorongat is kitartóan. A lényeg azonban az, hogy mikor hátradől, látszik, hogy a követ tartó kezecskéje lelóg a lépcső fokán, viszont mikor közelébe látjuk, na akkor bezzeg már nem. Így kényelmesebb, és ez biztos a bölcsekköve is bölcsen tudta. Most én ennyi bakit találtam Potter első kalandjainál, nyilván van még rengeteg sok. Ha valamit észrevettetek vagy tudtok, írjátok meg. Én nagyon köszönöm, hogy végighallgattatok, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nézzétek meg újra a Potter filmeket, olvassátok újra a könyveket, vagy hogyha még nem tettétek, akkor először. Én nagyon jó szórakozást kívánok mindenhez mindenkinek, sziasztok! We'll be right back.